Sziasztok, Alan vagyok, és most valami újat fogunk csinálni a csatornán, méghozzá meg fogjuk nézni a patch notes-okat, vagyis azt, hogy a 8.11-es patch, ami nem sokára érkezik, milyen változtatásokat hoz a játékba a 8.10-eshez képest. És biztos vagy benne, hogy ezeket a patch notes-okat meg lehet találni valahol lefordítva magyarul is, de az igazság, hogy én nem nézek magyar oldalakat, úgyhogy most mi azon nem fogunk foglalkozni, hanem egyszerűen csak végigmegyek rajta, elmondom nagyjából, miről van szó, és valószínűleg nem fogunk kitérni mindenre, mert van egy-két elég jelentéktelen változtatás is, illetve van egy pár elég fontos, ezekre nagy rész ki fog térni, és elmondom azt, hogy szerintem mennyire jók, illetve én mit gondolok róluk. Kb. Erről fog szólni ez a dolog, és megpróbálunk ebből egy sorozatot csinálni, tehát ezután, hogyha új patch jön, akkor mindig megpróbálok arról beszámolni nektek. Nézzük is meg mindjárt a pályákban történt változtatásokat. Kapunk egy új pályát, ami ugye általános nagyjából az új patch-ekben általában mindig jön egy új pálya. Ennek az a neve, hogy Windstorm, vagyis szélvihar, és ez egy városi pálya lesz, európai típusú és téli, és 1000x1000 méter. Az új pálya az mindig jó dolog szerintem, bár ugye ez mindig azt is jelenti, hogy egy új pályát kell megtanulni, és az ember mostanában annyi új pályát kaptunk, hogy még én is vannak olyan helyek, amin nem is voltam. Az új pályákon, ami elég idegesítő tud lenni néha, főleg amikor a legutolsó streamet majd megnézitek, még nem került fel, akkor látni fogjátok, hogy például a legújabb japán pályán sosem voltam még a városban, és most amikor bekerültem, akkor elég el voltam veszve benne. Úgyhogy ez mindig egy új lehetőség, persze ez mindig azt is jelenti, hogy van valami újdonság. Nézzük is, átalakítanak egy csomó pályát, Erlenberg, Redshire, Highway és Northwest-en lesznek átalakítások. Konkrétan a Redshire-ből láttam dolgokat, ott félelmetesen átalakult, nagyon jó irányba szerintem, ugyanis áttették a bázist, és hogyha emlékeztek a Redshire-re, vagy nem tudom, ilyet tudjátok képzelni magatok előtt, akkor volt ez a nagyon nagy domb mindjárt az egyik bázis mellett, ami csak így a térkép sarkában volt gyakorlatilag, és kicsit egy zsákutca volt, nem lehetett onnan kimenni. Azt a dombot most egy-egyben így lenyomták az egyik oldalát, és ott át lehet menni. Tehát van ott egy ilyen kis, nem is tudom, kis kanyon most gyakorlatilag, ami teljesen megváltoztatja a pályát, mert most több irányból lehet támadni, és végre nem csak arról szól az egész, hogy felállunk a dombra és kempelünk, ami szerintem hatalmas előny ezen a pályán. Nem tudom, hogy a többieken mit változtattak, de szerintem, hogyha azokat is ilyen jó irányba változtatták, akkor nagy baj nem lehet belőle. A következő döntés nagyon jó szerintem, kivették a portot egy az egyben a játékból, tehát a port nevű pálya többet nem fog szerepelni. Én nagyon nem szerettem azt a pályát, szerintem nagyon nem volt balanszolva az a pálya is. Különösen random csapatokkal nagyon-nagyon idegesítő volt, úgyhogy sose fogom visszasírni, azt hiszem. Kapunk két új pályát, ami csak idézőjelben új, mert igaziból a meglévő pályák változatai lesznek. Az egyik a Ruinberg on Fire, a másik a Winter Himmelsdorf, tehát az egyik az egy téli Himmelsdorf változat lesz, a másik pedig egy lángoló Ruinberg, ami hát meglátjuk majd, hogy mennyiben különbözik, szerintem leginkább csak ilyen vizuális elemeiben, úgyhogy annyira nem. Kijavítottak egy hibát, ami lehetővé tette a Himmelsdorfon, az Encounter módon, ugye az egybázis foglalós módban, az, hogy valaki elbújjon egy házban. Érdekes. Ilyet még nem láttam be valami őszintén, bár mintha valamelyik visszajelzésben emlékeznék arra, hogy valaki bebújt egy házba, és kicsit meglepődtem rajta. Oké. Javítottak a játék teljesítményen a Fisherman's Bay, a Searing Coast, Severogorsk és az Ensk pályákon. Na ez nagyon-nagyon jó, mert elképesztő nekem egy elég komoly gépen van, különösen most, hogy kijavítottam, igen, tehát egy új videókártyát raktam be, és általában nagyon jó teljesítményem van a legtöbb pályán, tehát ilyen 50-60 FPS-es szokott menni, de bizonyos pályákon félelmetesen lehet esni, amire semmi logikus magyarázatot eddig nem találtam, remélem, hogy ez majd segít egy kicsit. És kijavítottak némi túlzott fényerőt bizonyos effekteken néhány pályán, illetve jó pár pályán, ami megint csak jó, mert szerintem tényleg volt egy pár pályán, ahol egy kicsit, hogy ilyen, nem is tudom, túlvilágosak voltak a dolgok. Úgyhogy ennyit a pályákról. Milyen játékmechanikai változtatások történtek, illetve milyen javítások történtek a játékban. Azt mondja, hogy az első nagyon fontos dolog az, hogy bejön egy új játékmód, ez pedig a kicsit lekopintottak bennünket, úgy érzem, a nemzetek csatája gyakorlatilag, vagy nemzeti csata, ami azt jelenti, hogy egy csapatban csak egy bizonyos nemzet tankjai lehetnek, tehát mondjuk az oroszok harcolnak a németek ellen, az amerikaiak mondjuk a franciák ellen, ahogy látjátok, és Kína és Japán egyelőre nem szerepel ebben a játékmódban, vagy ki vannak zárva belőle, mert hiányoznak bizonyos tankjaik. Igen, például nincsenek ugye RT-jaik, illetve TD-ik leginkább. Oké, tehát ez hasznos lesz, mindenképpen érdekes, biztos vagy benne, hogy nagyon sok ilyen játékbalanszbeli, játék egyensúlybeli problémát fog felvetni, tehát biztos, hogy sokan fogják majd kiabálni azt, hogy igen, itt a bizonyíték, hogy az oroszok jobbak, mint a németek, vagy valami hasonló, vagy fordítva, kinek hogy tetszik. Mindenesetre nagyon vicces lesz, hogy már az is vicces volt, amikor mit csináltuk a kis nemzetek csatája videóinkat, úgyhogy most gyakorlatilag minden nap lehet ilyet játszani.
Oké, okay. Itt most jön két nagyon fontos dolog, ami nekem személy szerint elképesztően fontosnak tűnik, az, hogy megváltoztatták végre azt, hogy egyetlen egy gombbal vissza tudjuk pakolni a legénységünket. A múltkor már megcsinálták azt, hogy egy gombbal el tudtuk tüntetni, tehát vissza tudtuk őket küldeni a barakokba. Most meg tudjuk tenni azt, hogy egy gombbal vissza is rakjuk őket a tankba, nem kell egyesével visszakattingatni őket, és ami még ennél is fontosabb, hogy amikor egy új tankot veszünk, és abban át akarjuk képezni a legénységünket, akkor nem kell egyesével minden egyes legénységi tagot átkattingatni, méghozzá mélyen belemenni a personal fájaikba, tehát a személyi adataikba, és akkor ott átalakítani, hanem egy gombnyomással át tudjuk képezni az egész legénységet az adott tankra. Ez szerintem legjobb változtatás ebben az egész patchben, de komolyan nem tűnik túl nagynak, de szerintem nagyon fontos. Különösen új játékosok számára, akiknek nem olyan egyértelmű még az, hogy mi hol van a játékban, ez elképesztően zavaró tudott lenni, illetve nagyon nehezen tudták megtalálni, hogy mi hol van. Oké, ki lehet kapcsolni a játékbeli chatet. És ez azt jelenti, hogy csak a szöveges részt és a pingek azok megmaradnak. Gondolom ez leginkább a flémelés, tehát az ilyen játékbeli anyázás ellen, nubozás és hasonló ellen jó. Szerintem ez biztos, hogy nem rossz változtatás, hiszen a lehetőség adott, hogy benn maradjon a chat, vagy nem. Hogyha nem veszik el az alap lehetőséget, akkor ez mindig egy jó dolog. Azt mondja, meg tudjuk nézni azt, hogy mi van a chat history-ben, tehát hogy mit mondtak eddig. Ez se lehet rossz sokszor. Ezt hiányoltam néha. Kapunk egy új ikont, ami megint csak nagyon hasznos lesz. Mutatni fogja azt, hogy mikor égünk. Ezt gyakorlatilag úgy képzeljétek el, mint amikor eddig a tank belesett a vízbe, és elkezdett, vagy belement, és elkezdett süllyedni, és akkor azt is mutatta egy ilyen egy komoly ikon. Most végre nem tudjuk nem észrevenni azt, hogy égünk. Velem is előfordult jó párszor, főleg, hogyha nagyon alacsonyabb volt véve a játék hangja, vagy éppen túl hangosan hallgattam a zenét, és akkor egy-két másodpercig az ember nem veszi észre, és ez alatt nagyon sokat tud leégni. Most ez sokkal egyértelműbb lesz. Ez jó. Azt mondja, hogy ki lehet kapcsolni a játék utáni kill kamerát, tehát hogy nem mutassa azt, hogy kiöltnek bennünket. Miért akarnánk ezt kikapcsolni? Nem tudom, mindenesetre itt a lehetőség. Oké, azt mondja, hogy bizonyos javítások a misszió és a leárazás ablakban. Mivel nem tudjuk, milyen javításokat csináltak rajta, ezért igazából nem tudunk hozzászólni, de hogyha javítják, az mindig jó. Általában. Oké, azt mondja, hogy ha jobban rákattintunk a garázsban egy tankra, akkor az kapásból a tank statisztikáit hozza be. Tehát ez egy ilyen gyorsító gyakorlatilag, aha, egy ilyen gyors link gyakorlatilag a statokhoz. Ez szerintem határozottan jó dolog, bár apróság. Ehhez hasonló lesz a következő is, tehát hogyha a fejlesztési ablakban rákattintunk egy tankra, akkor kapásból ráugrunk az adott tankra. Ez nagyon jó, én nagyon sokat szoktam nézegetni tankokat, szerintem az ilyen apró kis rövidítések, ezek nagyon sokat segítenek, ez határozottan jó. Aztán aktiválhatjuk a tűzoltó készüléket, hogyha rákattintunk bal gombbal a tűz ikonra, ami ott van a bal alsó sarokban. Tehát ezt mondjuk bevallom őszintén nem értem, hogy ez miért lenne túl jó, hogyha ezt valaki így csinálja, az meglehetősen lassú megoldás lesz, és szerintem rengeteget fog égni ezáltal. Ezt mindenképpen egy gyors gombbal érdemes csinálni. Nekem konkrétan rá van kötve az egyik gombjára, mert ez tényleg nagyon fontos, hogy az ember nagyon gyorsan csinálja. Úgyhogy hát jó, a lehetőség adott, de ez szerintem nem túl jó dolog. Hogyha valaki így csinálja, azt mondja, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy ha meghaltunk, akkor az első ember, akit látni fogunk, az ugye eddig teljesen véletlenszerű volt, legalábbis én úgy tapasztaltam. Most viszont kapásból a szakasztársainkra fog menni, ez különösen amikor streamelek, akkor nagyon hasznos, mert ugye kapásból elugrunk a pálya valami tök másik pontjára, és ez baromi idegesítő, és utána meg kell nyomnom a bal kontrollt, és akkor az egérrel szépen kiválasztani a listában azt a szakasztásomat, akit szeretnék nézni, és akkor így visszamenni rá, és kapásból oda fog ugrani a kamera, ez teljesen jó. Azt mondja, hogy mik vannak itt, amik fontosak lehetnek nekünk. Van egy-két viszonylag jelentéktelen apró változtatás. Oké, ez talán egy fontos szempont szerintem, az, hogy a japán tankoknál az FPS-ünk hihetetlen módon le tudott zuhanni, amikor bezumoltunk rájuk, ez velem is előfordult párszor, ez valami grafikai ilyen bibi lehetett, és ezt most megjavították, így most egy kicsit talán kevésbé fog előfordulni. Oké. Itt egy újabb nagyon érdekes dolog, ez pedig a kamókat, tehát az aranyért megvett festéseket érinti. Ha jól értelmezem ezt a dolgot, akkor ez azt jelenti, hogy ezúttal, hogyha eladunk egy olyan tankot, amire korábban vettünk aranyért festést, akkor ugye eddig mindig eltűnt, tehát gyakorlatilag kidobott pénz volt, mert a tankkal együtt eltűnt a festésünk is, most viszont későbbi felhasználásra, gyakorlatilag eltárolásra kerül. Tehát föl tudjuk használni egy újabb tankon, mint mondjuk egy modult, tehát mint mondjuk egy, mit tudom én, töltésgyorsítót vagy ilyesmit, egyszerűen leszedjük a tankról, és utána visszarakjuk egy másikra. Ez szerintem nagyon jó. Na most ezzel a középső részét nem nagyon fogok foglalkozni, mert ez elsősorban mindenféle
medálokat és egyéb ilyen dolgokat érint, amikkel én nem nagyon szoktam foglalkozni. Apró változtatásokról van szó, leginkább van, eltűnik a sniper medál, helyette jön ez a tanker sniper, és így tovább. Kijavítottak néhány medál leírásban történt hibát, meg ilyesmit. Nézzük, van itt egy érdekes szempont, az, hogy aki használja ezt a motion blur effektet, vagyis a, gyakorlatilag azt, hogy a gyorsan mozgó objektumok egyfajta egy csíkot húznak maguk után tulajdonképpen, amit én kapásba kikapcsoltam. Ezt most optimalizálták, tehát egy kicsit gondolom kevésbé fogja leterhelni a gépet, illetve a procit. Ami nem baj a VOT-nál, ugyanis nem tudom, tudjátok-e, valószínűleg igen, hogy ilyen van 4 magos procitok, a VOT-a sem is 1 magot használ, ami azt jelenti, hogy ennek az 1 magnak kell elképesztő sokat produkálnia, tehát nagyon magas teljesítményen mennie, mert különben bizony nagyon rosszul fog menni a játék, hiába a fantasztikus gyors videókártya. Tehát minden, ami az optimalizációt segíti, az jó lesz. Na nézzük csak, azt mondja, hogy ezután látni fogjuk azt, hogy mik módosítják a legénységi skilleket, ez is nagyon jó. Grafikailag átalakították a lepattanó lövedékeket, ez nem tudom, hogy mit jelent, de érdekesen hangzik. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog takarni majd a játékban. Azt mondja, hogy újabb medál. Átalakították a rangjelzéseket minden egyes nemzet legénységi tagjaiban, érdekes. Na ez egy fontos dolog, bár velem nem fordult szerencsére, de olvastam róla, hogy sokaknak gondot okozott a replayek lementése, tehát a visszajelzés fájlok lementése, illetve néha hibáson mentődtek le. Ez fontos, hiszen én azokkal dolgozom, remélem, hogy ez megoldódott. Ez, hogy összetegyek, ez nem tudom, mit akar takarni, tehát a különböző monitor típusokra, illetve felbontásokra megváltoztatták a látótávolsági beállításokat. Oké, okay. Hogy ez komolyan mit akar, nem fogom, ezt biztos meglátjuk majd. Azt mondja, hogy ez megint ugyanaz ahhoz kapcsolódik, amit az előbb is mondtam, tehát hogy el lehet menteni az egyes kamó típusokat az egyes tankokra, viszont hogyha jól értelmezem, akkor ugye az előző az volt, hogy eladtuk a tankot, akkor megmarad a kamó, itt viszont ha jól értem, remélem, hogy igazam van, akkor ez azt jelenti, hogy különböző típusú kamókat is vehetünk egy tankra, és cserélgethetjük őket. Tehát mondjuk nekem tetszik mind a kétfajta téli kamó a mit tudom én, az IS-152-n, és csak az egyiket vehettem meg eddig, ha jól tudom, mert csak egy lehetett rajta tankon. Most viszont lehet mindkettő, és cserélgethetem őket valamilyen módon. Szerintem, hogyha ez jelenti, akkor szuper. Apróság, de szuper. Azt mondja, hogy a játékinterfész hangjaival javítottak ki egy-két hibát, és megváltoztatták azt a sorrendet, ami azt befolyásolja, hogy hogyan vált a kamera, amit meghaltunk az egyik, aha, igen, az egyik társunktól a másikra. Gondolom ez valahogy azzal kapcsolódik össze, hogy ugye most a szakasztásainkat is először mutatja. Ez nem tudom pontosan mit jelent. Na hát, nagyjából ezek voltak a mechanikai és javítások, tehát mechanikai változtatások és javítások, és az egyik, tehát a legfontosabb egyértelműen talán ez az új játékmódnak a megérkezése, a nemzeti csata, de szerintem nagyon-nagyon fontosak ezek az egy gombbal átképezhető legénységi dolgok, ezek nagyon-nagyon jók. Nagyon jó minden, ami javítja a játék teljesítményt is, és nagyon sok apró olyan változtatás volt az interfészben, ami gyorsítja azt, hogy elérjünk valamit egy kicsit. Ezeket hívják ilyen quality of life, tehát életminőség javító változtatásoknak. Gondolom a nagy patch előtt leginkább ezeket szerették volna kitenni. Úgyhogy szerintem ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok, egyetlen olyan dolgot sem találtam benne, ami bármilyen szempontból rossznak tűnt volna. Oké, a következő nagy kategória az a változtatások az egyes tankokban, tehát az ilyen balansz változtatások. Azt mondja, hogy csökkentették a méret, nem csökkentették, bocsánat, megváltoztatták, kijavították a méretét a Type 59-nek, a T-54-nek, a VZ-120-nak és a NASHOR-nak. Ez jó ez a szó, hogy kijavították, mert igazából nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, gondolom. Ilyenkor általában azt szokták érteni alatt, hogy a történelmi értékeknek megfelelővé tették. Tehát igazából nem tudjuk, hogy növelték, vagy csökkentették, vagy mit csináltak. Mindenesetre valami történt. Oké, meg kijavították megint csak a páncélját a FOS 155-nek, a FOS-nak és az AMX ACMLE-48-nak. Na most ezeknek a tankoknak eddig olyan páncélja volt, hogy gyakorlatilag átlövetetlenek voltak előről, úgyhogy remélem, hogy ez a kijavítás ez azt jelenti, hogy legalább néhány gyenge pontot sikerült rájuk varázsolni. Mert igen, voltak gyenge pontjai, természetesen például a FOS, illetve a FOS 155-nek a tetején is, meg az ACMLE-nek is azok a bizonyos rangefinderek, tehát az, hogy a távolságmérők, azok, amik úgy néznek, mint egy kis radarok, azokat át lehetett lőni, de leginkább csak a közepükön, és közösen lehetett mindig átlőni, tehát például én jó párszor pattantam hatalmas átütésű ágyúval is a Force 155 tetejéről, ami meglehetősen idegesítő volt. Lehet, hogy ezt javították ki, remélem, hogy nem javítottak még jobban a páncéljukon. Azt mondja, hogy javították több profitot lehet szerezni ezután a lővével, a T-34-et, 112-vel, T-34-3-asról, el tudjátok olvasni valószínűleg ti is, hogy menjen tankokkal, tehát gyakorlatilag
egy csomó prémium tankkal és néhány német tankkal, meg igen, tehát a legtöbb az prémium tank itt az elején, de nem mindegyik prémium, tehát bizonyos tankokkal egyszerűen több pénzt lehet keresni, és ami szerintem ebből a legfontosabb, talán az első 4-5, a lőve a T-34, a 112, a T-34-3 és az FCM-50T, mert aki ezt megvette, azok most sokkal több pénzt tudnak keresni, illetve nem tudom sokkal, de mindig többet, és az igazság, hogy a T-34 van meg nekem, úgyhogy ennek örülök. Eddig is nagyon sok pénzt lehetett vele keresni, kíváncsi vagyok, hogy most mennyivel. Azt mondja, hogy csökkentették a matchmaking súlyát az Arthurinnek, tehát 10%-kal csökkentették. Aha. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen hatással lesz majd arra, hogy hány arti kerül be egy-egy meccsbe, illetve milyen magasra kerülnek. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy lejjebb fognak kerülni az ártik, mint eddig, tehát ugye mondjuk a nehéz tankokat például valószínűleg föléjük rakja be. Most ebben egy csomószor előfordult azt, hogy egy 8-as, 10-es árti akármi bekerült nagyon-nagyon magasra, tehát mondjuk a legnagyobb tank is lehetett akár árti, és gondolom ezen próbálnak változtatni ezzel, ha jól értelmezem a dolgot. Azt mondja, hogy standardizálták, tehát hogy nagyjából úgy kiegyenlítették, hogy mindegyiknek ugyanolyan legyen a felfüggesztési, sebződési modell, tehát hogy nagyjából ugyanúgy lehessen sebezni a felfüggesztésüket gyakorlatilag az összes amerikai tanknak. Hogy ez jó vagy rossz irányba fogja változtatni őket, ezt megint sajnos nem tudjuk, de kíváncsi vagyok. Mindenesetre nagyjából azonos lesz az itt a cél, úgy látom. Oké, azt mondja, hogy kijavították a sebesség jelzőt a hátrafele menetnél. Volt vele valami gond? Úgy tűnik, hogy igen. Azt mondja, hogy az M44-es eddig úgy látszik, hogy túl gyorsan fulladt bele a vízbe, úgyhogy ezt most kijavították. Ezzel szerencsére nem volt lehetőségem találkozni, nincs M44-es tankom. De aki játszik vele, az biztos örül, hogy nem fullad meg olyan gyorsan. Azt mondja, hogy átalakították a tankmodelljét a T-54-esnek. Ez azért érdekes, mert ezt itt is megemlítették elől, ahol a méretéről volt szó. Itt meg most nem csak a méretét változtatták meg, hanem konkrétan a tankmodell formáját is, akkor talán kíváncsi vagyok, hogy ez milyen befolyása lesz a T-54-esre, amit eddig sokan az egyik legjobb tanknak tartottak a saját szintjén. Oké? Azt mondja, hogy megnövelték az Object 140-es ért, illetve árát. Aha. Oké, ezt látni kell, hogy pontosan mennyi volt eddig, és mennyire növelték meg. És kijavítottak bizonyos hibákat a vizuális modelljében az M24-es Chaffee-nek, a KV-1S-nek és a Lorraine 40T-nek. Jó, tehát igaziból olyan hatalmas változtatások itt nem történtek, szerintem ami igazán fontos lehet, az ezek, tehát hogy mit változtattak vajon a Type-okon, a T-54-en, VZ-n, illetve a NASHORN-on, főleg a T-54-esen, ami úgy tűnik, hogy nagyon sokat megváltozott. Illetve nagyon nagy változtatás lehet attól függően, hogy mit változtattak a páncélján a francia TD-knek, amik szerintem eddig elképesztően idegesítően átlőhetetlenek voltak. Nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy teljesen jelentéktelen egyébként ez a változtatás. Illetve a prémium, főleg a prémium tankok tulajdonosainak fontos lehet, hogy mennyivel növelték meg a profitabilitást, tehát hogy mennyivel több pénzt kapunk ezekkel a prémium tankokkal ugyanannyi XP-re, vagy ugyanannyi sebzésre. Nézzük meg, hogy mit változtattak a 10. szintű TD-ken, mert ez az egyik legnagyobb része gyakorlatilag ennek a patchnek, szerintem. És megpróbálják átalakítani egy kicsit a 10. szintű TD-ket. Sokan úgy érezték, hogy az Arctic után most a TD-k jönnek, őket kell nerfelni, tehát legyengíteni. És ezt úgy akarják elérni, hogy a legtöbb ilyen nagyon nagy kaliberű 10. szintű ágyút, illetve 10. szintű TD-n az ágyút, azt lecsökkentik a sebzést. Tehát, hogyha megnézzetek, amikről szó van itt, ez az AMX 50 FOH, tehát a FOS, igen, tehát a 155-ös, a Waffenträger 100-as, a 113, a 114 az amerikaiaknál, illetve az Object 268. Érdekes megjegyezni, hogy az Object 263 az nem szerepel itt, ugyanis ő neki teljesen más ágyúja van. Lehet, hogy ezután többen játszolnak majd azzal. Mindenesetre, ami történik az, hogy a 850-es alapsebzés mindenhol visszaveszik 750-re, ami jóval közelebb áll ahhoz, amit mondjuk a 9-es szintű TD-k tudnak, tehát hogyha mondjuk megnézzük az objectet, akkor ez a 750 ez pontosan ugyanaz, amit az object 704 tud, tehát a 9-es szintű orosz TD. Úgyhogy ez egy elég nagy gyengítés, gyakorlatilag 100 átlagsebzést elvesznek, és ezzel jócskán gyengítik az adott időn belül kilőtt sebzést ezeken a tankokon. És ezen kívül vannak egyéb változtatások, például az AMX, a FOS-ról leveszik a legnagyobb motort, és így egy kicsit lassabb lesz, ami nem rossz ötlet, mert elképesztő gyors az a tank. És ezen kívül ugye lecsökkentik a sebzést, és a legtöbbnél lecsökkentik a prémium lőszernek az átütését is. Ami azt jelenti, hogy most 480-ról 395-re fogják csökkenteni, de hát ez még mindig átmegy mindenen. Ezt nem hiszem, hogy sokat fog változtatni. Itt azt is megjegyezték, hogy megváltoztatták ennek a tanknak a páncélzatát. Őszintén remélem, hogy jóval gyengébb lett.
Mert szerintem, tudom, hogy akik játszanak vele, azok biztos nem örülnek ennek, de az igazság, hogy túl erős ez a tank szerintem. Na most a másik, ez a Waffenträger E100-as, ez szerintem egy elképesztő rossz ötlet volt berakni a játékba, de komolyan nagyon nem szeretem. Tehát az összes ilyen, igazából egyetlen TD-t sem szeretek bevallom őszintén, ami dobtáras, mert egyszerűen túl erős. Túlon túl erős, de komolyan. Tehát, hogyha megnézitek, nem sokára a minden igaz rakok fel egy olyan kritikus együttműködés videót, amiben egy Waffenträger E100-as, és nagyon jól látható majd, hogy mennyire nem lehet lekezelni azt a hihetetlen sebzést, amit azonnal ki tud köpni magából az a tank. Valaki belelő egyet, és ő meg egyszer lerobbantja a föld színéről. Na most, ennek ellenére az ő sebzését nem csökkentették, viszont növelték gyakorlatilag a szórását az ágyújának, hogyha mozog. Miközben mozog a torony, akkor jócskán 212%-kal, 75%-kal, elég sokkal megnövelték azt az esélyt, hogy mellé lövünk gyakorlatilag. Ami nem rossz, de ez szerintem még közelesen fogja megjavítani ezt a tankot, úgymond, hogy helyrehozni a játékban. Na most a két amcsinál, a 113-nál, illetve a 110E4-nél annyit megtettek, hogy ugyan csökkentették 850-ről 750-re a sebzést, viszont egy kicsit csökkentették így az újratöltést is, úgyhogy összességében azt mondanám, hogy ez nem olyan rossz. Valószínűleg így is csökkent az adott idő alatt leadott sebzése, de ezek a tankok nagyon-nagyon lassan lőttek, és így most egy picit talán jobb érzés lesz velük játszani, cserébe viszont nem lőnek olyan hatalmasat. Hiszem, ez nagyjából igen, tehát mondjuk 21 másodpercről 19,5-re csökkentették a T-110E4-jét, ami elég jelentős szerintem, az a másfél másodperc az nagyon sokat tud számítani egy csatában. És végül az Object 268-at szerintem elképesztően legyengítették, ami egy kicsit érdekes, hogy miért pont őt kellett ennyire, mert én sose éreztem, hogy ő a legkeményebb, szerintem mindig is inkább a Fos volt az, hogy igazán brutális, illetve a Waffenträger E100 mióta megjelent. Mindenesetre őt egyrészt lecsökkentették a sebzést, csökkentették elképesztően 450-ről 395-re csökkentették a penyét a prémium lőszerének, ami szerintem mondjuk nem rossz ötlet, és őnek is nagyon, nagyon megnövelték a szórását mozgás közben. Csökkentették ráadásul a tanknak a mozgását is, tehát ha megnéztek 18 km/h 15-re a hátrafele mozgást, ami nagyon-nagyon nagy változtatás szerintem. 3 km/h hátrafele az rengeteget tud számítani. És ehhez nagyon picivel csökkentették csak az újratöltési időt, fél másodperccel. Tehát ez a tank vesztette szerintem a legtöbbet, hogy őszinte legyek. Na hát, ezek voltak a 8.11-es patch notes-ok. Elméletileg nagyon sok változtatás ebben nem fog zajlani. Elképzelhető, hogy számbeli változtatások azok lesznek, szerintem főleg itt a 10. szintű TD-knél fognak változtatni dolgokon. Én gyanítom, hogy ami itt felül volt, tehát az összes játék mechanikai változtatás, illetve javítás, az meg fog maradni olyannak, amilyen, illetve valószínűleg a pályák is hasonlók képen fognak maradni. Ami változhat, az esetleg a különböző számok az átütésekben, a sebzésekben, illetve a szórásban, hasonlókban. Na hát reméljük, hogy tudtam ezzel segíteni egy kicsit, illetve remélem, és majd igyekszem folytatni ezt a sorozatot, tehát hogyha egyszer eljutunk a 9.0-es patchhez, akkor arról mindenképpen szeretnék majd beszélni, ugyanis elméletileg az egy hatalmas változtatás lesz a játékban. Addig is, hogyha esetleg még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha szeretnétek élőben látni, akkor iratkozzatok fel a Twitch TV-s csatornámra, aminek szintén megtaláljátok a linkjét ennek a videónak a leírásában, és lájkoljátok a videót, illetve lájkoljátok a Facebook oldalamat. Sziasztok!